Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét, ahogy arról már korábban itt beszámoltunk, az idei esztendőben is átadták az év táncosai elismeréseket a Tánc Világnapján szervezett gálaműsor keretében. Ugye ez egy nagy hagyományú program itt a városban. Stúdiónk vendége a két díjazott, Nagy Lívia és Palok Tamás. Szervusztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi is köszönjük szépen a meghívást. Nos, egy kicsit görgessük vissza az idő kerekét a Tánc Világnapjához. Ti ott tudtátok meg egyébként, hogy ti vehetitek át az elismerést, vagy azért ez már korábban kiszivárgott? Mennyire volt váratlan ez a dolog? Ez abszolút váratlan volt, mi is ott tudtuk meg a színpadon. Ez az együttesen belül volt egy szavazás, abszolút senki nem tudott róla, hogy ki kire szavaz. Egy férfit és egy női nevet kellett felírni egy papírra, és ezt abszolút csak a gálán tudhattuk meg. Mi két szám között hallottuk meg a nevünket, úgyhogy mindenkinek egy nagy meglepetés volt. Akkor ez egy kellemes meglepetés, hiszen ez egy szakmai elismerés is, meg nyilván a csapat elismerése abszolút, is, nem? Abszolút, igen, igen, nagyon jól esett mindkettőnknek. Mikor kezdtetek el a tánccal foglalkozni ti, és már így kisgyermekként megfertőzöttetek a néptánccal, ami ugye nem olyan nehéz itt Fehérváron, vagy hogy volt? Engem 3-4 éves koromba iratott be édesanyám a legkisebb utánpótlás csoportba, az óvodás korosztályba. Nálunk ez egy ilyen családi dolog. Édesanyám, édesapám, mindenki táncol valamit. Édesanyám a mai napig is ott táncol, szóval így kisgyerekkorunktól végig tesít is azóta. Így van. Nekem is óvodáskorban kezdődött ez az óriási szerelem. Nekem akkor édesapám ott dolgozott az Alba Régia Táncegyüttesnél, mint sofőr. Ő vitte az akkori nagy együttest a külföldi utakra, meg bármilyen fellépése, és úgy gondolták, hogy beiratnak oda, hogy hát, ha megtetszik az ottani tánc is. Ez így is történt, aztán ott is ragadtam, úgyhogy azóta már lassan 10 éve az Alba Régia Táncegyüttesnek a nagy együttesében táncolok. Ez a stílus az, ami megfogott titeket, vagy azért kísérletezgettek mellette? Engem abszolút ez a stílus, nyilván megfordult a fejemben, hogy mi lenne, ha esetleg másik tánccal foglalkoznék, de utána elgondolkoztam rajta, hogy igazából semmi se áll hozzám ilyen közel, mint a magyar néptánc. Én kipróbáltam még jó pár stílust, aerobikot, akrobatikus rock'n'rollt, hip-hopot, szerettem is mindegyiket nagyon, csak hát azért véges az idő meg az energia, választani kellett, és ott viszont egyértelműen a néptánc volt az. Hogy néz ki most a nagy tánc együttesben a mindennapotok? Mennyit kell próbálni, hiszen azért folyamatosan láthatjuk, hogy fellépések vannak, eredmények vannak, szép sikerek vannak. Hogyan lehet beilleszteni ezt a napi rendbe? Hát az alapvető az úgy van, hogy heti két próbánk van, hétfőn és pénteken 2,5 óra. Viszont, hogyha esetleg más felkérésünk, vagy több felkérésünk van, akkor nyilván több próbát is be kell iktatnunk egy héten. De az alap az, hogy hétfőn és pénteken 2,5 óra. Hát vagy inkább hétfő, szerda, pénteken 2,5 óra, mostanában ez a gyakoribb. Mert ugye ennyi a fellépés. Így van, igen. Hál' Isten. Milyen visszajelzések voltak? Nyilván a család részéről, nyilván az ismerősök, barátok részéről, amikor megkaptátok ezt az elismerést. Hát nagyon-nagyon pozitívak szerintem mindkettőnknek. Abszolút. Jó, a család mindig elfogult. Nyilván ők itt együtt, anyuka sírt, gondolom. Mindig mondom, hogy esetleg hibáztam, hogy nem úgy sikerült, azt mondom, hogy az én kisfiam volt a legszebb. A család nyilván elfogult, de abszolút pozitív visszajelzés volt. És idén először ugye online is lehetett jegyet vásárolni a táncfélnapi műsorunkra, úgyhogy ennek is volt köszönhető, hogy 2 héttel a műsorunk előtt már majdnem csak, hogy telt ház volt. Úgyhogy mindenkitől abszolút pozitív volt a visszajelzés. Ugye most a mostani táncvilágnapi műsoron, meg már a tavalyi esztendőben is lehetett látni nagyon-nagyon sok változást, egy csomó ilyen modern koreográfiát. Ez mennyire áll közel hozzátok, illetve mennyire könnyű vagy nehéz elsajátítani egy-egy új koreográfiát? Szeretünk kísérletezni, egy új koreográfia tanulás folyamata az mindig nagyon izgalmas, mindig idomulunk egymáshoz, folyton új szempontból közelítjük meg a dolgokat, szeretünk kísérletezni. Közel állnak hozzánk a modernebb, de a hagyományosabb koreográfiák is. Én is abszolút így gondolom. Nyilván ez igazat adok ebben Lívián, hogy tényleg minden egyes koreográfia egy új élmény számunkra is. Hiába esetleg máshonnan már tanulhattuk azt a tájegységet, de hogyha új koreográfia készül, akkor az mindenkinek egy nagy kihívás és óriási lecke. Van egyébként mondjuk a szívetekhez legközelebb álló tájegységre jellemző koreográfia. Kinek mi a kedvenc? Biztos van ilyen, ami így a szíve csücske, azon belül, hogy néptánc. Hát nekem abszolút az erdélyi tájegység áll közelebb a szívemhez. Valószínűleg azért, mert
igazából minden tájegység közel az jön, de van egy kedvenc. Habitusban, meg ahogy viszonyulnak az emberek egymáshoz, tehát az teljesen más, mint egy kis magyarországinál, és számomra, vagy hozzám ez nagyon-nagyon közel áll. Hogy lehet? Nekem is egy erdélyi tánc, a mezőségi, a magyar palackai, ami azért jó egy lánynak, mert egy forgatós tánc, és ott azért jobban ki tudunk mi is bontakozni. Kevesebb a lehetőség a hölgyeknek a kibontakozásra? Nem, csak másfajta. Tényleg egy kis magyarországi ugrós tánc, mint egy erdélyi forgatós. Izgalmasabb kicsit a lánynak. És egyébként viseletben is ez izgalmasabb? Erdélyben a lányok viselete inkább letisztultabb. Inkább ez a fehér parasztújúing, egy egyszerűbb színösszeállítás, egyszerűbb ívek a viseletben. Kis Magyarországon azért változatosabb, szerintem színesebb. Abszolút. És fiúknál? Hát ez változó, mert például az erdélyi tájegységeknél, például ha Kalotaszeget nézem, az a hölgyeknél is, meg a nálunk fiúknál is a legdíszesebb viselet van. De igazából Kis Magyarországnál is lehet olyan vidékeket vagy helyeket találni, ahol tényleg abszolút gyönyörű viseletek vannak. Nagyon mintás, nagyon díszes, és persze vannak a letisztultabbok, kevesebb díszsel. Ugye arról már beszéltünk, hogy nagyon-nagyon sok fellépése van az együttesnek, nagyon sok fele kell menni. Volt-e kedvenc mostanában, ahol jártatok? És hogyha igen, akkor miért éppen? Hát most jöttünk haza nemrég Szarajevóval, most voltunk a második osztrák bálon a hétvégén. Hát szerintem az is egy abszolút hatalmas élmény volt, mert tényleg hatalmas pumpa, tényleg olyan volt, mintha tévéből csöppentünk volna ki. Vörös szőnyeg minden volt, tehát számunkra ez egy nagy élmény volt, mert azért nem minden nap járunk ilyen fellépésekre. De nekem egy nagyon nagy kedvenc volt, tavaly voltunk Kínában, az számomra a legkedvesebb eddig. Nagyon-nagyon jó fesztivál volt, meg hát ott se járunk ugye minden nap. Nekem nagyon-nagyon megtetszett az a kultúra, meg ott, az ottani emberek tényleg, hogy nagyon nagy barátsággal fogadtak minket. Úgyhogy nekem ez volt a legkedvesebb eddig. Neked? Hát legkedvesebbet talán nem tudnék mondani, mindegyikben van valami, ami hihetetlenül új, hihetetlenül más, és mindegyiknek van egy ilyen varázsa, egy jó hangulata. Akkor mindegyik valami másért emlékezetes? Igen, igen. Van, ahol történt például egy nagyon vicces eset, ami nagyon megragadt mindenkinek, van, ahol például a táj volt, annyira gyönyörű, meg az egész helyváros, mindegyik másért. Van egyébként mondjuk olyan társaság, akivel ilyen nagyon szoros baráti kapcsolat alakult ki, a táncegyesület és mondjuk akár egy külföldi nemzetközi csoporttal és rendszeresen találkoztok? Szövődtek ilyen barátságok? Abszolút. Együttesen belül is, tehát nagyon sok emberrel mondhatom azt, hogy majdnem csak, hogy együtt nőttem föl és gyerekkorom óta ismerem, de nyilván az országban más együtteseből is vannak nagyon közeli barátaim, amit annak köszönhetek, hogy táncolunk ő is, és én is, és tudom, hogy csak bizonyos helyeken tudok velük találkozni, de mégis nagyon szoros a kapcsolatunk. És külföldi csoportokkal is marad meg amúgy jó kapcsolat, meg jó viszony, mert például, ha kimegyünk külföldre egy fesztiválra, akkor utána elhívjuk őket augusztusban a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra szereplőnek, ha olyannak láttuk őket. Amit gondolom, már nagyon vártok. Így van. Hát ez nagyon-nagyon közel áll a szívünk, az minden a mi saját fesztiválunk. Ilyenkor mindenki mindent belead, és mindenki, ha nem táncol, akkor önkénteskedik. Legalábbis, ami nekem eddig lejött így a Malom utcából. Igen, igen. Ez így van. Olyankor egész Fehérvárra Királyi Napokkal foglalkozik. Mikor találkozhatnak veletek legközelebb a fehérváriak? Hú, hát mindenféleképpen a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon. Igen, akkor tudom. Biztosan. Pontos dátumot, még nem tudom, meg időpontot nem tudnék erre mondani, de azon a fesztiválon biztosan. Hát augusztus 10-től az biztos, hogy akkor látni fognak titeket is a Királyi Napok fesztivál keretében, ugye a Néptánc Fesztiválos részen, és hát gondolom, hogy érdemes a Táncház honlapját böngészni, mert ott minden fellépés szerepel. Ez így van. Igen, a királyinapok.hu-n minden információ időben fönn van. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy maradjanak velünk, hiszen még két témával foglalkozik a mai Paletta magazin. Egyrészt első körben egy kiállításra invitáljuk önöket, mégpedig a Városi Képtár Deák gyűjteménybe, ahol Hóbortos Ultramodernek a műkertben címmel nyílt meg a kiállítás, és a Kecskeméti Művésztelep 1909 és 1919 közötti szakaszát mutatja be.
A székesfehérvári Deák gyűjtemény a 19.-20. század fordulóján létrejött magyar művésztelepeket mutatja be egy sorozat részeként. Megismerhették már a gödöllői és a szolnoki művésztelepek korai időszakait az érdeklődők, most a sorozat harmadik állomásaként a kecskeméti művésztelep korai korszakát mutatják be. A képzőművészek általában egyedileg dolgoznak. Valahogyan a művészettörténészek mégis rendszerezni próbálják őket, hogy egy-egy társaságot, egy-egy csoportot leírjanak. A 20. század első felének, vagy első évtizedének a legnagyobb csoportja a nyolcak voltak. Ebből a csoportosulásból nagyon sok munka van a gyűjteményben, de egy másik dolog, hogy nem feltétlenül a művészek erős szándéka, hogy csoportot képezzenek, ami alapján le lehet írni, hogy milyen körhöz tartoztak. Ez egy nagyobb egység, hogy kik melyik művésztelepen éltek folyamatosan, vagy melyikre jártak. Így az 20. század elején, a Nagybánya után, ugye, ami 1896-ban alapult, ma már nem Magyarországhoz tartozó területen, Gödöllő volt az első, Szolnok, ami tulajdonképpen folyamatosan jött létre a 19. század második felében, de ott is volt egy nagy alapítás a 20. század elején, és 1909-ben alakult a Kecskeméti művésztelep. Mások voltak a szándékok, és más-más csoportok tartoztak hozzá. Ezen a kiállításon mi 26 művész alkotásait mutatjuk be, akik 1909 és 19 között megfordultak Kecskeméten. Korszak most a műgyűjtés körében rendkívül divatos, hiszen egy olyan jó kis hívószó van erre, hogy magyar vadak, hiszen itt is nagyon sok olyan, ugye a fóvok, a magyar művészetben nagyon sok olyan művész volt, aki csatlakozott a párizsi tanulmányokhoz, voltak számukra fontosak a korábbi müncheniek után, tehát Párizsba jártak úgymond főiskolára, és Matisz köréhez is tartoztak, ugye, aki a fóvok grófja volt, és egy nagyon jó ötlettel ezt a fóvokat, a fóv szót lefordították néhány éve vadakra, ami ezt jelenti, és ez a marketing fogás is nagyon jót tett ennek a társaságnak. Tehát ezek a magyar vadak, Perlott Csaba, vagy ehhez a társasághoz többen tartoznak ebből a kecskeméti körből, hiszen úgy is szakadtak ki Nagybányáról, hogy őket neosoknak hívták, mert hogy a nagybányai festészet, ez a plener újítása, bejövetele a müncheni hollósi kör tanítása alapján, és ezek a neosok már ezt a francia 20. század elejének a nagyon friss színezését, nagyon friss a kubizmusból származó megfogalmazását vitték be abba a levegőbe, és hát ez egy kicsit ilyen feszültséget is okozott a két társaság között. És amikor Kada Elek polgármester eldöntötte, hogy művésztelepet hoz létre Kecskeméten, akkor tulajdonképpen ezeknek a neósoknak egy csoportja vált ki, és telepedett le. A Hóbortos Ultramodernek a Műkertben című tárlat nagy részét a Kecskeméti Katona József Múzeumból érkezett alkotások teszik ki, de vannak egyéb művek is, melyek Székesfehérvárról, Smahai János hagyatékából és Deák Dénes gyűjteményéből valók. Ez egy olyan válogatás, amely a úgynevezett kecskeméti művésztelep első korszakát próbálja bemutatni a székesfehérvári közönségnek. Ez egy meglehetősen szűk időszak, 1909 és 19 közötti évek, de gondoljuk bele, hogy ebbe az első világháború is beletartozott. Kecskeméti művésztelepről annyit érdemes tudni, hogy negyedikként alakult meg Nagybányától kezdődő, ugye Szolnokot és Gödöllőt is tartalmazó művésztelep alapítási mozgalomban, amiben ez más, mint a többi, hogy ez volt akkor a legnagyobb város, ahol ilyen alapult. A többi az jóval kisebb helyszín volt, illetve ami még fontos, hogy itt maga a város volt a fő kezdeményező, Kada Elek polgármester,
aki számunkra az aranykor polgármestere volt. Neki köszönhetjük például a mai kecskeméti szecessziós főteret, például ami az országban egyedülálló, és olyan fajta élelmiszeripari, fölműves, kereskedői hátteret alakította ki, amelyen alapulva lehetett egy nagyon komoly építészeti, művészeti programot indítani a városba, és Kadaelek tulajdonképpen egy kicsit szembe ment a többséggel, hiszen nyilván, ahogy a parasztok mondták, vagy a helybeli polgárok, hát minek nekünk a művészet, de rengeteg anekdóta van arról, hogy amikor például bementek a városba festeni, hiszen Kecskemét környéke nem olyan látványos, mint mondjuk a nagybányai hegyek, meg patakok, akkor bent ugye a rengeteg vására érkező subás, paraszt környékbeli megnézte ezeket az alkotásokat, és volt olyan, aki egy éves teljes jövedelmét oda adományozta az illető festőnek. Annyit mondott neki, hogy ugyan nem érti, hogy mit és hogyan festett, de nagyon tetszik neki. Tehát amikor itt körbenéznek majd a látogatók, azt azért idézzék fel maguk előtt, hogy mindenki találkozik olyan látvánnyal, amit ugye nem tanult, nagyon nehéz megemészteni. Itt is ugye nem hagyományos tájképeket, városképeket, portékat látunk, hanem az újfajta párizsi tanulságokat hozó fiatalok révén Magyarországon akkor kezdődő művészeti forradalmat is látjuk. Tehát Cézanne, Gauguin hatását, a vadak hatását, a kubizmus kezdődő jellegzetességeit például a kecskeméti városképeken. Tehát a kecskeméti művésztelepnek ez is egyfajta jelentősége, hogy a nagybányai, ugye plener festészet, szabadban való festészet újfajta mód mellett egy még újabbat hoz, ami aztán találkozik a nyolcakkal, meg a későbbi fejleményekkel, tehát tulajdonképpen ez a cím is erre utal, hogy Hóbortos útra Bodernek a műkertben. Ugye ez a műkertnek nevezett kinti része, ahol külön műtermes házak épültek a itt lakó művészeknek, ekkor bizony a Párizsból érkező fiatalokat fogadta be elsősorban. A kecskeméti művésztelepet a nagybányáról kivált és a városban otthonra talált alkotók alapították. A végletekig felfokozott színek használatával a természeti tárgyak valóságos színvilágtól való nagymértékű festői elvonatkoztatással dolgoztak. Ez a kép talán az egyik legnépszerűbb a látogatók körében, hiszen ismerhetik különböző kiadványokból ez a Tungsram plakát. Egészen pontosabban annak egy mintapéldánya, melyet a gépmestereknek készítettek a nyomdába, pontosabban a festő festette temperatechnikával, és ugye lehet látni is a festményen, hogy kihagyott részeket, nagy üres felületeket, ahol majd később ugye a szöveget tudták a nyomtatás során elhelyezni e mint alapján készült lapokon, és többfajta színvariáció is készült, tehát ez nem feltétlenül az eredeti színeket tartalmazza, de ez az, ami mondjuk úgy spontaneitásában mutatja a tervet, hogy mire gondolhatod. Itt ugye arról van szó, hogy egy újfajta ugye Wolfram szálas izzót mutat be. A festő még az olyan módon, hogy egy nagy kalapos hölgy és egy macska néz föl. Ugye nem vért, hogy macska, hiszen az ő szeme az mind a költészetben is ugye az egyik jelképe volt ennek a fajta elekromossághoz kötető újfajta fényszimbolikának. A nagy kalap pedig egyszerűen amellett ugye elegáns és a korabeli szecessziós nőideát mutatja, mely nőideál egyébként más képeken is előbukkan a kecskeméti művésztelepen, hiszen főleg a szolnokiek is Iványi Grünwald hozza magába ezt a késő szecessziós világot allegórikus képekkel. A nagy kalap segít ezt a éles fényt árnyékká átalakítani, hogy a macska farkánál is így lesz népszerű a kép. A válogatásban a kecskeméti művésztelepet vezető Iványi Grünwald Béla alkotásai mellett még közel 30 művész munkái szerepelnek. Kis 21. századi Anzix rólunk, a munkánkról, kapcsolati és párkapcsolati problémáinkról, hol lelkes, hol pedig kétségbe esett bukdácsolásainkról az előadás 18 éven felülieknek ajánlott, nekik viszont szülői felügyelet nélkül. Így szól a Szabad Színház legújabb bemutatójának az ismertetője, a rövid ismertetője. A Káosz című darabot egyébként a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében mutatták be első ízben, erre látogatott el a Paletta stábja is. Néhány évvel ezelőtt kezdtek rossz irányt venni a dolgok az életemben. Először édesanyám betegedett meg súlyosan, aztán az iskola élére, ahol dolgozom, új igazgatónőt neveztek ki. A Szabad Színházban mutatták be a kiváló finn író Miki Miliaho Káosz című kultikus drámáját. Nagy Judit rendezésében egy olyan történetet állított színre, amely a hétköznapokból táplálkozik, mutatja meg három középkorú hölgy mindennapjaiban azokat a kitörlési kísérleteket,
amelyek ugyan többnyire sikertelenek, de az emberibb létezésért folytott küzdelmük elvitathatatlan példát adnak. Nagyon izgalmas előadásról van szó. A szerzőnek két darabját is játsszuk. A pánik még nincs kész, de párhuzamosan már azt is próbáljuk. Az férfiakról szól, a káosz pedig nőkről szól. Tulajdonképpen a nehézség inkább a különbözőségeken van, hogy mennyire különbözőek ezek a karakterek, és mégis egy nő. De nagyon fontos volt, hogy három olyan karakterű színésznőt találjunk, akik ezeket a szélsőségesebb példákat is be tudják mutatni. Egyszer már neki láttunk pár évvel ezelőtt, de aztán elment külföldre az egyik társulati tagunk, és aztán megint most adódott egy olyan lehetőség, amikor úgy gondoltam, hogy na most van az a helyzet, amikor három teljesen különböző karakterű színésznőt láthatunk a színpadon. Tényleg valóban a hétköznapjainkról szól, a munkánkról, a kapcsolatainkról, a párkapcsolatainkról, és ezt kiválóan adaptálta a szerző olyan helyzetszituációkba, amelyek derűsek, humorosak. Tehát gyakorlatilag egy görbetükör, kinevetjük magunkat, egy kicsit a férfiak is látják a nőket, a nők is a férfiakat. Egy darabig az ajtó résén át figyeltem a diákjaimat. De nem tudtam bemenni. Ehelyett inkább kisétáltam az iskolából egyenesen a kávézóba. A mély és bonyolult dráma három gazdag, sőt parád és női szerepet kínál, hiszen barátnőket, Szofiát, Júliát és Ernit játszó színésznőknek lehetőséget ad arra, hogy megfogalmazzák vágyaikat, tükröt tartsanak elénk, máskor pedig lázadjanak a külső és belső súlyos tehertételeik ellen. Nem könnyű megformálni ezt a karaktert, azért is, mert nagyon sok olyan váltás van benne, ami a közönséghez szól, és aztán utána vissza kell zökkenni hirtelen a szerepbe. Viszont abból a szempontból megkönnyű, mert életszerű az egész. Az életből merített szituációk, helyzetgyakorlatok sorozata az egész. Miként lehet rábukkanni a mélységekből, illetve ha már valaki belezuhant, miként lehet kikászálódni belőle? Hát pszichológus segítségével, illetve saját magunk, hogyha gondolkodunk, leülünk, gondolkodunk kicsit, hagyunk magunknak időt, szánunk arra időt, hogy a problémát átgondoljuk, és akkor jönnek a megoldások. Voltak nehéz pillanatok a próba folyamat során? Igen. Voltak nehéz pillanatok, amikor nem tudtuk, hogy hogyan tovább, nem tudtuk, hogyan formáljuk meg a karaktert, de végén a végére ezek úgy összeálltak, amik hiányosságoknak tűntek, azok most már kerek egészek. Hozok még neki könyveket, hogy Istenem, tudod, hogy még csak 5,5 éves, a kis herceg meg a trandobira, a publicitika még ráért. Okok és következmények, izgalmas mai magyar, európai valóság, amelyről lehántják az álságos mászt, amelyben egyszer csak mernek önmaguk lenni, önmagukért, a világért. Mint három karakternél próbáltunk arra törekedni, hogy a hétköznapi nők életébe egy kis bemutatást, egy kis bepillantást nyerjenek a nézők. A én karakterem Emmy, ő egy újságírónő, akinek hát rengeteg problémája van, és ez a színdarabban ki is derül, és hát a darab végére természetesen happy end lesz, és úgy gondolom, hogy a nők a hétköznapokban próbálják a jó arcukat mutatni, és próbálják takargatni a problémákat, pedig valójában nagyon sok nehézséggel küzdenek a mai nők, úgy gondolom. Ez azt jelenti, hogy a mindennapokból is lehet táplálkozni, meríteni a szerep megformálása kapcsán? Ez így van, a mi életünkben is vannak problémák, és a saját tapasztalataimból merítünk ihletet. Gondjai voltak a párkapcsolatával. Két gyerekük volt. Egyfajta általános szorongás gyötörte.
A káosz szereplői szigorúan itt és most a jelenlegi rendben vergődnek. Közös a három nő alakban, hogy a szürke hétköznapokból mindegyiküknek elege van. Egy nagy kapaszkodó számukra a barátságuk és a család, akik segítenek szembenézni a nehézségekkel és felismerni igazándiból, hogy mi is a probléma. És onnan már a megoldás talán már magától jön szinte. A kiútkeresés az eszköz, vagy lehetőség, amelynek a végén aztán minden jóra fordul, vagy ha nem is, de legalábbis átfedéssel mondhatjuk így. Én úgy gondolom, hogy az életünk egy örök változás, és az a kérdés, hogy ezekből a változásokból hogyan tudunk tanulni, építkezni, és aztán tovább lépni. Ennek tükrében ez a darab lefedi a hétköznapjainkat, a mindennapjainkat, a köznapi emberek mindennapjait? Vagy túlságosan speciális ahhoz, hogy ebben gondolkodjunk? Én azt gondolom, hogy nagyon sok nő, de akár mondhatjuk úgy, hogy inkább az emberek meg fogják találni azokat a pontokat, amikben az életük hasonlít ezeknek a szereplőknek az életére. Ha nem is teljes felfedésben, de egy-egy pontot biztos, hogy mindenki fog találni, amiben magára ismer. Milliahó eszköztelen mélységei hitet adnak, a mélybehúzó egyszeriség a tartalmatlan valóság túléléséhez, mert a káosz képe megbabonáz és krízist okoz, embertelen olvasztó tégelybe helyez. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így, legközelebb egy hét múlva kedden este számítunk majd a figyelmükre. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak ma este. Viszontlátásra!